Üdvözlöm a szubjektív nézőit. Továbbra is az Újvidéki Magyar Tanszék vendégei vagyunk, hogy gazdag a kiadói tevékenységéről beszélgessünk. Ezúttal is folyóiratok kerülnek terítékre, de más kiadványokról is szó lesz. Vendégünk Ispánovics Csapó Julianna, docens, bibliográfus, a tanulmányok szerkesztője. Köszöntöm a Pannon RTV mikrofonja előtt. Köszöntöm én is a kedves nézőket, és akkor néhány szót esetleg mondhatnék a folyóiratunkról, illetve évkönyvünkről. Mennyire közismertek ezek a folyóiratok, a tanulmányok címűek? Szűk, zárt értelmiségi körben, vagy kijutnak az egyszerű olvasóközönség közé is? Hát az ismertséget szakmai tekintetben mindenképpen a tág, ismert, jól ismert szférában kell keresnünk. Nagy közönség vonatkozásában nyilván nem annyira ismertek a kiadványaink és a folyóirataink sem talán az átlagember számára, hiszen a terjesztés hagyományos formában nincs olyan jól megoldva. Kapható-e bárhol? Hát sajnos csak a Bölcsészkar könyvesboltjában lehet pillanatnyilag megvásárolni, habár ami a vásárlást illeti, mi nagyon szívesen ajándékozunk is a kiadványainkból, és terjesztjük különféle szakmai rendezvények, illetve tanszéknapi rendezvények alkalmával. Az ajándékozást annál is inkább preferáljuk, mivel hát ugye ez elsősorban mégis a szakma számára érdekes. Gondolok itt a magyar tanárokra, gondolok itt a fordítókra, a újságírókra, a művelődéstörténészekre, a hallgatóinkra mindenek előtt. És végül is a középiskolás irodalomkedvelő fiatalokra is, illetve hát minden olyan emberre, akit érdekelnek ezek a témák, mert végül is maguk a témák nem állnak távol senkitől sem, hiszen alapszinten irodalommal foglalkozik a folyóirat, nyelvi kérdésekkel, nyelvészeti-nyelvi kérdésekkel, kultúrtörténeti, művelődéstörténeti munkákat olvashatunk a tanulmányokban. Ugyanakkor hát a korábbi korszakokkal összefüggésben és azt folytatva továbbra is szeretnénk közölni a folklorisztika területéről, néprajz területéről. Illetve hát most, mivel interdisziplináris vonatkozásokat szeretnénk meghonosítani, illetve kitágítani ezt a kört, az egyéb humántudományok területeit is szeretnénk bevonni. Gondolok itt a történelemre mindenek előtt, de akár a pedagógiára, a pszichológiára, vagy az idegen nyelvi kutatásokra, angol, német és egyéb kutatásokra is. Természetesen ezek az interdisziplináris témák úgy kerültek, illetve vannak jelen a folyóiratban, hogy azért legyen irodalmi, nyelvészeti vonatkozása is, tehát valamilyen érintkezés, kontaktus nyomon követhetővé váljon ezekben a munkákban. Tanulmányokról van szó, lévén szakfolyóirat, tehát elsősorban tanulmányokat közlünk, bár én nem zárkózom el, illetve nem zárkózunk el az esszéktől sem, hogyha megfelelően megalapozottak és tudományos témákat érintenek, illetve valamilyen új meglátásokat propagálnak a nézők számára. Szeretnénk meghonosítani ismét a könyvismertetők, kritikák megjelentetését a tanulmányokban. Továbbá, mivel annak idején ez a folyóirat évkönyv jelleggel indult, megőriznénk a hírblokkunkat, tehát a tanszék életével, éves tevékenységével kapcsolatos információkat továbbra is szeretnénk közölni. És hát ugye most a tavalyi számtól már színes képanyagból is bővítettünk ezen a téren. Képanyagot ritkán közöl, hát ugye ezt sokan azzal indokolják, hogy egy szakfolyórathoz ez nem illik. Habár ha kitekintünk az európai szakfolyóratok világába, akkor ott látni lehet, hogy hát némelyiknek a külseje eléggé megközelíti a szép irodalmi folyóiratok külsejét, tehát szeretik a szép tarka külalakot, és elég sok képanyagot is közölnek. Végül is a képanyagok közlése indokolt, hiszen ha dokumentumértékük van, akkor tudományos információhordozói, tehát ha hiteles anyagot dokumentálnak, akkor minden további nélkül közölhetők. Mi ezzel a lehetőséggel egyelőre még ritkán élünk. Amit még el kell mondani a folyóiratról, hát a történetéről csak nagyon röviden annyit, hogy a közleményekhez hasonlóan, tehát a hungarológiai közleményekhez hasonlóan, szintén az intézet folyó idején indult, és legalább olyan gazdag tradícióra tekint vissza,
évente egyszer jelent meg, tehát évkönyv jellege volt. Most, mivel hát szakfolyóiratról van mégiscsak szó, szeretnénk a jövőben fél évente, vagyis évente kétszer megjelenni, tehát kicsit a periodicitás mutatóit feljavítani. A 2013-as évben ezt már sikerült megcsinálni, és remélhetőleg a 2014-essel is majd így járunk el. Némi késésben vagyunk, mert ez a váltás nem túl könnyű, hiszen a folyóirat kiadása mi esetünkben ugye azt is jelenti, hogy hát a pénzelés megoldása is a mi gondunk, tehát nincs többet olyan, hogy a folyóiratnak van egy alapítója, és akkor azt valaki garantáltan támogatja. Van egy pályázati rendszer, abban részt kell venni, és kisebb, nagyobb sikerrel pályázni. Ez a pályázati rendszer fedi a hazai és a külföldi, főleg a magyarországi forrásokra gondolok egyelőre, tehát a magyarországi forrásokat is. Nehezítő tény az a pályázati rendszert illetően, hogy ugye nagyon sok helyen van olyan megkötés, hogy egy intézmény csak egy címszóval pályázhat, tehát akkor ilyen esetben nyilván a közlemények élveznek előnyt, hiszen évente négyszer jelenik meg, tehát dinamikusabban kell gazdálkodni, és gyorsabban kell megjelennie. Így több esetben, vagy néhány esetben már előfordult, hogy hát ha a közlemények pályázott, akkor mi nem pályázhattunk ugyanott. Tehát más forrást kellett keresni. Ettől letekintve nagyon optimisták vagyunk, és igyekszünk, hogy ez a váltás megtörténjen, és tehát évente kétszer jelenjen meg. A külseje egyelőre a 2013-as évet tekintve még kötődik a tradícióhoz, tehát a hagyományos külső mellett, az eddig alkalmazott, használt hagyományos külső mellett foglaltunk állást. A jövőben majd kicsit megújultabb, modernebb külsővel láthatjuk viszont. És a hungarológiai közlemények mintáját követve mi is megváltoztattuk a főcímlapot. Tehát ez a folyóirat tulajdonképpen tanulmányok, studie címmel futott. Most tanulmányok, studie és studies címmel fut. Amiben eltér a közleményektől, lévén ugye mindkét folyóirat recenzált folyóirat, tehát a beérkező munkákat két szakvéleményező méltatja. Viszont a mi recenzálási rendszerünk, tehát a tanulmányoké a 2013-as tárgyévtől nyílt recenzálási rendszer, ez azt jelenti, hogy föltüntetjük a recenzensek nevét is. Azért, mert úgy gondolom, hogy hát egy szerzőnek joga van tudni egyszerűen, hogy ki az, aki véleményezi a munkáját ilyen-olyan meggondolásokkal. És különösen azért van joga tudnia ezt, hiszen a véleményezésekben sokszor nem is a hibákról van igazán szó, hanem arról, hogy ütköznek a nézőpontok. Tehát egy ugyanazon témáról két kutató más, teljesen más recenziót írt, volt ilyen esetünk. Tehát volt olyan esetünk, hogy az egyik szakvéleményező teljesen, hogy is mondjam, rossz véleménnyel volt a munkáról, a másik szakvéleményező viszont nagyon nagyra értékelte a dolgozatot, és valamilyen haladó gondolat megtestesüléseként látta viszont. Tehát teljesen homlokegyenes véleményt mondtak a munkáról. És akkor jön be igazából az a képbe, hogy vagy fölkérek egy harmadik recenzenst, és akkor ő eldönti, vagy hát mi foglalunk állást szerkesztőségi szinten, hogy akkor most mégis mi legyen a dolgozat sorsa. Tehát amikor nézőpontról van szó, akkor nagyon nehéz tehát eldönteni, hogy igazából kinek van igaza, hiszen változó világban élünk. És ugye van mindig egyfajta tradíció, de ez a tradíció mindig átgondolható, újra gondolható, tovább gondolható, vagy éppen meg is szüntethető bizonyos fokig, vagy új választható, ha éppen azt akarjuk. Most én azt nem mondanék olyasmit, hogy ugye ebből is majd egyszer tradíció lesz, mert ki tudja. Elégedettek leszünk azzal, hogyha legalább egy kicsit előmozdítja a dolgok változását, jobbra fordulását, illetve lesz olyan írás benne, olyan gondolat, ami tovább épül, amit tovább visznek, ami valami újat hoz majd létre. Igyekszünk nyitni olyan értelemben, hogy hát ugye ez a folyóirat elsősorban a tanszék munkatársainak, tanárainak a munkáit közölte. Most igyekszünk nyitni, hogy hát a magyarországi, hazai szerzők is teret kapjanak a folyóiratban, sőt nem csak a magyarországi, hanem mondjuk kárpátaljai, romániai, magyar és nem magyar szerzők is, és a nyelv tekintetében is, tehát eddig jó részt magyar nyelvű munkák jelentek meg.
Most helyet kaphatnak idegen nyelvű, illetve szerb nyelvű dolgozatok is, amennyiben a hungarológia témaköréhez kapcsolódnak. Tehát amennyiben érintenek magyar témát, van magyar vonatkozásuk. Nyitni szeretnénk a más nyelvű kutatók irányába is, a más országok irányába is, már csak azért is, mert ugye hát a mai tudományos kritériumok megkövetelik, hogy egy folyóirat olyan módon is figyelemmel kíséri a nemzetközi kutatásokat és mércéket, hogy közöl is belőlük, tehát van eleven élő kapcsolat. Ugye hát a szerkesztőbizottság megformálása is már az indulás pillanatától kezdve, tehát már a korai időszakban is úgy kezdődött, hogy hát mindig jelen voltak Magyarország, illetve más országokból való szerkesztőségi tagok is. Tehát ezt a tradíciót mi is megőriztük természetesen, hiszen ez egybevág a tudományosság kritériumaival. Milyen korosztályból kerülnek ki a szerzők? Többen hát a fiatal mostanában. Szeretnénk, hát a bolognai rendszernek köszönhetően ugye felgyorsult, minden felgyorsult manapság, a bolognai rendszernek köszönhetően felgyorsult az oktatás, a képzés folyamata, és egyre több új kutató fiatal kerül ki a rendszerből. Most itt ne beszéljünk arról, hogy ez a minőség kárára, vagy miére válik. Minden esetre most is vannak nagyon jó tolú és nagyon jó meglátású fiatalok. Az ő írásaikat minden további nélkül közöljük. Természetesen részleteket a doktori munkából, mesterdolgozatokat, sőt még szakdolgozatokat is, hogyha az illető mentor, tehát úgy gondolja, hogy az a dolgozat közlésre érdemes. Mi a modern trend, és van-e olyan erélyes, hogy esetleg más irányba tereli a tanulmányok témakörét? Hát alapvetően nem nagyon terelhetem más irányba, hiszen valamiképpen ezen a területen mozgunk, tehát a tanszék, mint ilyen, csak egy olyan folyóirat kiadója lehet, amelyhez köze van, tehát nem nagyon mehetek el annyira elütő irányokba. Semmi új elő, semmi érdekes elő, persze ezt az érdekest ugye nem nagyon szeretik szakmai körökben, nem zárkózunk el, igyekszünk nyitottak lenni az új meglátások irányába is, és igazából mondjuk egyre jobban kedveljük az ilyen nem hagyományos formájú tanulmányokat, tehát az ilyen esszé tanulmány formában megjelenő írásokat, a szabadabb gondolatokat, azokat a szerzőket, akik mernek vitába szállni a szakirodalommal, mernek kicsit elszakadni tőle, és mernek saját meglátásokat közölni, még akkor is, ha tudják, hogy esetleg nem lesz túl népszerű az a gondolat. Nemrég volt egy tanácskozásunk, és ott az egyik egyetemi tanár fölháborodva állapította meg, hogy hát ő nem érti, ezek a mai fiatalok, ő már mindent megírt arról a témáról, és nem olvassák el. Hát ezen jót szórakoztunk, mert nem írta újra, mert az egy más szempontú dolgozat volt, és annál is inkább más szempontú, hiszen az a szerző újra olvasta azokat az alapszövegeket, és ha újra olvasta, akkor nyilván, hogy ő 20 év múlva, 30 év múlva másképp gondolkodott arról a szövegről, az a szöveg másféleképpen élt. Ugye vannak szövegek, amelyek mondjuk 30 évvel ezelőtt éltek, ma már nem is élnek, nem részei úgymond a kánonnak. Tehát már emiatt újra kanonizálódnak a dolgok, és természetesen a szakirodalom is újra kanonizálódik, és újraírja a történeteket. Tehát mindig, ez is majd újra lesz írva, minden újra lesz írva, ha lesz olvasója, de reméljük lesz. Tehát igazából valahol ott vagyunk, ugye bevett közhely a szakdolgozat írásban, mindig elmondjuk, hogy nincs befejezett dolgozat, minden dolgozat folytatható, 100%-osan nem tudsz egy kutatást se befejezni. Na hát ezzel is folyamatosan így vagyunk. Mindig újra és újra kell, hogy az igazság közelébe férjünk legalább, vagy az elfogadhatónak vért igazság közelébe férjünk. Manapság talán kicsit türelmetlenebbek vagyunk, és kevésbé toleránsak ezen a szinten is, tehát a tudomány szintjén is, bár van erre példa, nyilván van példa az ellenkező érése az igazi párbeszédekre, amikor valóban tudós emberek módjára, kiművelt fők módjára próbálnak párbeszédet folytatni, és toleránsan megvitatni, hogy kinek van igaza, és kinek nincs igaza, bár az igazság relatív. Van igazi társadalmi párbeszéd manapság, akár irodalmi párbeszéd? Hát most ezt így biztos, hogy van, hiszen az irodalom rendezvényei, intézményei jelen vannak, díjak is vannak. Igazából talán lehet, hogy kicsit a mi hibánk is, hogy jobban kellene terjeszteni, többet beszélni róla, és például amit még megcsinálhatnánk, hogy író-olvasó találkozók, tehát terepre vinni igazából a szakfolyóiratot is. És kicsit a bolognai rendszer erre is ösztönöz bennünket, hogy közelebb vinni az olvasóhoz, hiszen eleve a műfaj olyan, hogy az olvasó megijed tőle, hogy magas ez nekem, állítják a falusiak általában, vagy a vidékiek, vagy a kis településeken élők, na most ragozzam. Tehát magas ez nekem, és akkor megcsodálom, megnézem, de igazából olvasni már nem kezdem el.
Holott vannak épp a tanulmányokban és a közleményekben is nagyon sokszor olyan írások, amelyek még könnyen is olvashatók idézőjelben, tehát nem kell idegen nyelvek szótárát elővenni, sőt, még szórakoztató is, uram bocsánat, tehát élvezem is azt, és mondjuk a téma érdekes, aktuális, mert néha olyan szerzők is fölmerülnek, akikkel idáig nem foglalkoztunk, vagy olyan jelenségekről esik szó, de mondjuk hát az embereket lehet, hogy érdekelni, vagy érdekes lenne. Éppen ezért próbálták-e közelebb vinni a potenciális olvasókhoz a tanulmányok tartalmát? Hát igazából mi még a szakmán belül próbáljuk közelebb vinni, hiszen a terjesztés elég nehéz. Postán keresztül ugye ennek súlya van, tehát csomagolni postaköltséggel jár. Interneten elérhető, de igazából a papírformátumot is el kéne juttatni, az lenne a legjobb eljuttatás a terjesztés ennek a folyóiratnak. Rendezvényeinkkel jelen van, konferenciákra visszük külföldre és itthon is, a hallgatók rendszeresen kapnak ajándékformájában is, és megkérjük őket, hogy a hazai könyvtárba is juttassák el. Díjak formájában is eléri a középiskolásokat az anyanyelvi versenyek során, majd a tanárainkat a továbbképzések során. Ugye, tehát hát most egyelőre arra még nem volt erőnk, hogy kimenjünk és terepen is tartsunk ismertetőket, de azt hiszem a jövőben ez sem lesz lehetetlen. Sor kerülhet még rá. A tanulmányokkal elégedette így a szerkesztőgárda, vagy esetleg jobbítást, újabb terveket tartogat kilátásban? Hát nincs, ami nem lehet javítani, mindig lehet jobb szerzőket megnyerni az ügynek, mindig lehet érdekesebb írásokat közölni, természetesen ezen dolgozunk. Mindig akadnak azért hibák is. Épp valamelyik órán olvastunk egy könyvből az előszavak gyűjteményéből, és ott Magda Pál egy mezőgazdasági szakmunka szerzője írja az előszavában, hogy tévedtem, mert nem vettem észre. Ugye, na hát ilyen szinten azért nem tévedünk, de hát javítani mindig lehet. Ugye például majd a külső is most vonzóbb lesz, és igyekszünk egyre eminensebb szerzőket is bevonni, és mondjuk a képanyagot közlünk, akkor pedig egyre jobb minőségű képanyagot kell majd itt viszont látni. Talán könnyebb lesz a munkánk abból a szempontból is, hogy most, ha két szám lesz, akkor segíteni fog a szerkesztésben Utasi Csilla, illetve teljes jogú szerkesztő lesz, dr. Utasi Csilla docens. A második számot ő szerkeszti, majd mindig az elsőt én, de alapszinten azért együtt működünk, és ha kell, akkor besegítünk egymásnak. Tehát az anyagi háttérnek vannak-e problémái? Hát problémák vannak, úgyhogy nem mindig sikerül megfelelő pénzösszeget beszereznünk, de hát igyekszünk, hogy ezen a téren is folynak bizonyos próbálkozások, küzdelmek, úgyhogy optimisták vagyunk, mondaná Sinkó Ervin. Kívánom, hogy ez továbbra is adjon erőt ahhoz, hogy tovább vigye a tanulmányokat, és esetleg tovább fejlessze. Kedves nézőink, ez volt a Szubjektív mai adása. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és kérjük, ha tehetik, maradjanak továbbra is a Pannon Televízió műsora mellett. A viszontlátásra!